Kísérletként a krónusban való éneklés jelenti az első találkozás a zenével. Ott tud megtörténni az a csoda, amely felszettént is, gyógyíthatatlan az elrajongókkal tehetőbenünket. Ennél fogva a zeneltetés savas foglalatosság kiemelten fontos minden zenész egyéniség, így Bárdos Lajos számára is. Ő volt az első a Budapesti Iszfelen Zeneakadémián, aki újszerű történeti tanítatú zeneelméletet tanított. Híresebb dallamtani és fizikai jellemzéseit, zeneszerző soha köszönhetően alapos, pozitív ismereteit idézett. Lejött az első világra, s vele lejött az élő zene. A zene vonzolásának életre szóló izgalma, a zenét kiadni és tolmácsolni tudók legnagyobb lényeg tisztelete, a koros tankönyv szabályok elvetésének bátorsága, és az önállónak félt gondolat mérlegeltetésének felelősség tudata. Írja egy két tanáráról Sonkai László szemegyőkénz. A Népdalok Zsoltárok megszólaltatásának varázsát hagyományőrző együttesünk is szívesen közvetítik. Köszöntjük a Szilárd Sonkai Szederében Fidel csoport résztvevőit, valamint Fekete és Mámír zenevezetőt is, felhívjuk őket, kalauzoljanak el a cikla hangján magyar hangszerezzel történetünk néhány pillanatában.